Jobbik összeveszik a DK-val, a DK az MSZP-vel, és így tovább, és az egész végül egy káoszba fullad. Ez lenne az első kérdés. Hát, igazából semmit nem tudok kizárni, ezt sem tudom kizárni, de ha így lesz, akkor azon a helyzetet kell meggyilkozom. Tehát, ha tartok tőle, akkor mit csináljak? Akkor is ugye ezt csinálom, mint ma. Tehát igazából az én dolgom az lesz lehetőség szerint, megpróbáljam az ellenzéki szövetség tagjait, és tudjuk nagyon jó, hogy frakciókra szét fognak esni az első pillanatban. Tehát ahogy az első közgyűlés feláll, legalábbis nem tudom, hogy így lesz, de én tartok tőle, hogy ők frakciókat fognak alkotni, annak ellenére, hogy jelenleg egy szövetség tagjait képezzük, ők frakcióra fognak széttagolódni, Jobbiktól vagy bármelyik politikai párttól, azt várom, és meg is ígérték nekem, hogy ők az ügyre fognak koncentrálni, amikor az álláspontjukat kialakítják, nem pedig valamilyen politikai sérelem miatt valakivel szemben szavaznak. Tehát nem politikai, hanem ügyek mentén fogunk. Ezt értem ügyek menti politizásnak. Ezt ők megígérték nekem, ennyit tudok tenni, de különben tarthatok tőle, hogy ebben lesznek zavarok. Egy olyan helyzet, mint ami Hódmezővásárhelyen állt elő, hogy ugye ellenzéki a polgármester és ugye fideszes többségű a közgyűlés, egy ilyen esetben ön ezt hogy kezelni? Az a válaszom jelenleg, nem tudom, hogy fogom én ezt a helyzetet kezelni, egy biztos, hogy rohadt ideges leszek.